Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét! Mai vendégünk dr. Pintér Zoltán Árpád, az 5-ös számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője. Üdvözlöm képviselő urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Tisztelettel köszöntöm a kedves televízió nézőket, és köszönöm szépen a meghívást. Egy igazán eseménydús kampány időszakon, egy szeptember 27-i helyi időközi önkormányzati választáson és eredményváron vagyunk túl. Hogyan értékeli az elmúlt időszakot? Igen, nekem tulajdonképpen az életem első választási megmérettetése volt, hiszen amióta én az eszemet tudom, azóta a választójogommal mindig élek, sőt élni is fogok, hiszen ezért van, de a választhatósági jogommal, azzal, hogy én váljak magam jelölté, nyilvánvalóan eddig nem is kacérkodtam, most viszont úgy hozta az élet, úgy alakult az élet, hogy jelöltként vettem részt egy önkormányzati választásban, és hatalmasat hazudnék, ha azt mondanám, hogy nyugodtan vártam az eredményeket, hiszen nyilvánvalóan feszült voltam. Nyilvánvalóan számomra ez egy teljesen idegen szituáció volt, hiszen amíg például az egyetem világában mondjuk egy komoly vizsgán, egy szigorlaton, vagy mondjuk a doktori képzésben egy doktori véréskor, pontosan tudtam azt, hogy a körülmények majd aszerint fognak alakulni, ahogy én felkészültem. Itt jellemzően nem tudtam erről gondoskodni, itt a választók mondtak személyemről, felkészültségemről és a programomról véleményt. Én azt mondom, hogy Istennek legyen hála, hogy az 5-ös számú választókörzet választópolgárai alaposan utána néztek a jelölteknek, hiszen sok jelölt volt, valószínűleg mérlegelték a felkészültségüket, lehetőségeiket, és tulajdonképpen az ő bizalmukból jöttem én ki győztesen ebből a választási küzdelemből, amire egyébként nagyon büszke vagyok, és hálásan köszönöm a választók felé a bizalmat, hiszen tulajdonképpen 3 jelöltet kellett úgymond legyőzni. E jelöltek között azért ne felejtsük el, hogy a karcagi baloldal 5 párti támogatású jelöltjét és politikai szélsőségeket is magam mögé tudtam utasítani. Azonban vagyok annyira jó ismerője a múltnak, vagyok annyira jó történész, hogy pontosan tudjam, hogy a jövő formálásának záloga az nem a harcban, nem a kagaskodásban, nem a jelöltek közötti csatározásban zajlik, hanem az építkezésben. Úgyhogy bármennyire is büszke vagyok erre a belépésre a karcagi politikába, én ezt magam mögött kívánom hagyni, és a jövőben a képviselői teendőikre kívánok koncentrálni. Október 9-én került sor a Városháza dísztermében ünnepélyes keretek között a mandátumátadó ceremóniára. Hivatalosan is, jogszerűen is így az 5-ös számú választókerület képviselője, tisztségviselője lett. Melyek a konkrét tervek az elkövetkezendő időszakra nézve? Ugye szeptember 27-én volt a választás, de ilyenkor a jogi érvényességre való emelkedéshez le kell telnie egy meghatározott napnak, amíg ugye fellebezéssel lehetne élni. Nyilvánvalóan ilyenre nem került sor, ha belegondolok, jogilag nem is lehetett volna mivel belekötni a választásba, viszont október 9-ig, a mandátum átadásáig érdemben nem tudtam gyakorolni képviselői, önkormányzati képviselői jogkörömet. Azóta viszont gyakorlatilag nagyon fordult körülöttem a világ, egy 180 fokos fordulat zajlott, hiszen rengeteg feladat ellátása szakadt a nyakamba. Egyrészt ugye engem egy körzet képviselőjének választottak meg, az 5-ös számú körzetnek, és ugye ősz van az 5-ös számú választókörben is, mint ahogy bárhol máshol a városban, bizonyos szezonális feladatok ellátására most kell sort keríteni. Az elmúlt napokban csak érdekességképpen mondom, hogy egy 36 órás időszakban körülbelül 60 vagy annál több milliméternyi eső esett a városban. Kötelességemnek éreztem például, hogy azon alsóbb, földrajzilag alsó fekvésű utcákban, a katolikus város rész utcáiban, ahol hagyományosan gond van például a víz, a csapadékvíz elfolyásával, ott nyilván kötelességemnek éreztem, hogy bejárjam a terepet. Hála az Istennek, hogy tulajdonképpen a mostani időben széthúzott, jelentős mennyiségű, de időben széthúzott mennyiségű csapadék, az nem okozott különösebb problémákat, hiszen ugye a gyors, heves zivataroknál jelentkeznek ezek. De ez nem jelenti azt, hogy ugye nem kell a szezonális munkákat megkezdeni a választókörzetben. Emellett bizottsági munkák is a nyakamba szakadtak, tehát több bizottság tagja leszek a jövőben. Ezekben nekem nem csak a választóimat, hanem nyilván a város érdekeit is képviselnem kell, és mostantól nyílik lehetőségem olyan feladatok megkezdésére, amelyek miatt alapvetően elvállaltam ezt a jelöltséget. Például tenni kívánok a jövőben aktívan, tehát kezdeményező jelleggel a karcagi fiatalok érdekképviseletéért. Adódik a kérdés, ahogyan említette is képviselő úr, hogy nem csak a körzetért kíván tenni, hanem Karcag városáért is. Hogyan képzeli ezt a jövőben?
Ugye én relatíve fiatal, de még annak érzem magam, és amíg annak érzem magam, addig csak az vagyok, tehát fiatal tanáremberként úgymond kívülről csöppentem bele a karcegi politikai életbe. Nagyon sok mindent figyelemmel kísértem eddig is, és nagyon sok mindenről tudtam, de mióta képviselője lehetek ennek a városnak, azóta azt látom, hogy sokkal-sokkal nagyobb részletességben, sokkal több szemszögből láthatok bele egy-egy közfeladat ellátásába, egy-egy közügynek az alakulásába, és az itteni tapasztalataim azt mutatják, hogy az önkormányzat munkatársai, a választókerületükért felelős képviselők, és személyesen maga polgármester úr is olykor emberfeletti munkát végez, nagyon megfontoltan jó döntéseket kíván hozni az adott keretek, az adott lehetőségek között, és talán ebben a mondatban az adott lehetőségeken van a hangsúly, hiszen tulajdonképpen egy járványügyi helyzet közepén vagyunk, egy vészterhes időszakban, ami minden magyar önkormányzat számára nehéz, hiszen az adóerő képessége a városnak, mint minden önkormányzatnak rosszabbá vált, ugye a járványhelyzet miatt elvonások következtében, és itt nagyon-nagyon fontos, hogy a város vezetői jó döntéseket hozzanak, felelősen irányítsák a várost. Én ebben a konstruktív, ebben a település érdekében cselekedni képes csapatban kívánok szerepet vállalni, és én úgy gondolom, és talán ez a példa átvendő, hogy egy képviselőnek igenis dolgoznia kell, tennie kell a városáért, és nem csak fanyalogni és folyton kritizálni, hiszen valaki azért képviselő, hogy képviseljen, és ne hibákat keressen, az egy másik foglalkozás. Emellett ugye nekem tanáremberként úgy mondom, hogy felülreprezentált a kapcsolatom a település fiataljai felé. Ez azt jelenti, hogy a kapcsolati hálómon belül a fiatalok irányába, már a hivatásomból, de a koromból adódóan is erősebbek a kapcsolataim, mint a többi társadalmi csoport irányába. Ezért hathatósan kívánok tenni értük. Ezt a választási kampányomban is kiemeltem, és ezt nagyon komolyan gondolom. Október 9-éhez képest ugye 6 napra vagyunk a kinevezésemtől. Már ebben a 6 napban, illetve egy kis előkészítő fázissal eljutottam odáig például, ami szerintem a város számára hasznos lesz, hogy egy városon kívüli, egyébként méretét tekintve óriási intézménnyel egy nagyon aktív közreműködést, együttműködést kívánok kialakítani. Jelenleg tárgyalások zajlanak egy nagyon, még egyszer mondom, nagyon-nagyon jelentős városon kívül intézménnyel egy együttműködési keret megállapodás létrejöttéről, ami ha megvalósul, akkor szerintem nem csak a város fiataljai, hanem maga a város is nagyon nagy haszonélvezője lesz ennek az együttműködésnek, viszont mivel még a tárgyalások zajlanak, erről bővebben nem kívánok szólni, reményeim szerint néhány hét múlva már ez publikálhatóvá válik. Összegezve gondolataimat, én úgy látom, hogy jelenleg állás szerint a város, mint minden magyar önkormányzat nehéz idők elé néz, hiszen az adóerő képességünk az nyilvánvalóan korlátozottabbá vált a járványhelyzet következtében, de ez a járvány nem fog örökké tartani. Már mindenhonnan a világ számos pontjáról és a magyar gyógyszeriparból is lehet hallani, hogy dolgoznak ellenanyagon, dolgoznak vakcinán, dolgoznak a járvány megállításán. Ez a járvány egyszer véget ér, és akkor a város vezetőinek, mint ahogy az ország vezetőinek is az lesz az elsődleges feladata, hogy már kész tervekkel, összekovácsolt tervekkel várják ezt az időszakot, egy sport hasonlattal élve, tulajdonképpen a startvonalon állva várják azt, hogy mikor lehet belekezdeni az aktuális szükséges fejlesztésekbe, mikor lehet új pályázatokra rárepülni, és mikor lehet kezdeményező szerepet vállalni az adóerő képesség visszanyerése után. Még egyszer mondom, ez csapatmunka, én úgy gondolom, hogy Karcag egy jó csapat kezében van, és én ebben a csapatban kívánok kezdeményező szerepet vállalni, hiszen akár kinevezett, akár választott tisztviselőként ez a funkciónk, ez a feladatunk. Köszönöm szépen. Képviselő úr, köszönöm az interjút, és a továbbiakban sok sikert, eredményes munkát kívánok. Nagyon szépen köszönöm, és viszont kívánom. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Viszontlátásra!